A szeptemberi kettes fogadhajtó világbajnokság szervezőbizottsága és a térség településeinek polgármesterei együttműködési megállapodást írtak alá Fábián Sebestyénben. A világversenyre érkezők megismerhetik az itt élők hagyományait, értékeit, miközben szállásra, programokra számíthatnak a térségben. A szervezőbizottság már korábban jelezte, számítana a települések segítségére, de nem anyagiakban. A világ minden tájáról érkező versenyzők, segítőik, versenybírók és a versenyre érkező turisták elszállásolása megoldhatatlan feladat lenne egyedül Fábián Sebestyénnek. A világbajnokságra való felkészülésnek egy fontos, ha mondhatnám, az egyik talán legfontosabb mozzanatát éltük meg, akkor, amikor egy olyan szándéknyilatkozat került aláírásra a térség polgármestereivel, települési vezetőkkel, hogy együtt tudunk működni ennek a világversenynek a szervezésében, lebonyolításában, ami annak azt a célt szolgálja, hogy minél jobban bemutassuk a térséget, a térségünk értékeit, turisztikai látványosságait, minden olyan lehetőséggel biztosítsunk, ami valóban ennek a világbajnokságnak a lebonyolításában egy maradandó élményt, egy olyan visszanemtérő pillanatot fog okozni, ami szerintem fontos egy ilyen világeseménynek a megrendezése során, és az, hogy a települések, ahogy már eddig is tapasztaltam, már ötletelnek, már jönnek programok, én azt hiszem, hogy ez nagyon nagy dolog, hogy megmozgatjuk a fejekben ezt a lehetőséget, és valóban egy térségi összefogásnak az eredménye lesz ez a világbajnokság. Városunk polgármestere is ott volt az aláírók között. Úgy véli, nagy feladat, de nagy lehetőség is ez Csongrád számára. Fábián Sebestyénnek nagyon komoly sportmúltja van, lovasport múltja is jelene, de a település nagyságából adódóan is szükség lesz az olyan települések együttműködésére, mint Csongrád, amiben mi abszolút partnerek vagyunk, hiszen akár a szálláshelyeket, akár a transfer tekintetében, akár esetleg edzőpályák tekintetében, elszállásolásban Csongrádnak jó lehetőségei vannak, hiszen talán itt van a Észak-Csongrád megyében mindenképp a legtöbb szálláshely, és ezek ugye különböző komfortfokozatok, tehát akár a versenybírától, a alacsonyabb beosztású, csak szervezés vagy rendezést ellátó önkéntesekig mindenkit el fogunk tudni szállásolni, akinek Csongrádra esik a választása. Ennél az akadálynál, ahol állunk, itt is kin van a címerünk, kin van a nevünk a zászlón, és hát gondolom, hogy akik valamilyen szinten bázisuknak, akár szállásnak, akár gyakorlási lehetőségnek, vagy csak egyszerűen kirándulásnak Csongrádot fogják választani, azok remélhetőleg jó hírünket fogják elvinni. Tehát nekünk azt is lehetne mondani, hogy ez a 4 nap a szeptember elején egy szezonon kívül teltházat is hozhat. Csongrád szomszédai is örülnek a lehetőségnek. Csanytelek egyik vonzereje a madárles lehet. Mind a Labodárban, mind pedig a Csajtó madarai közérdeklődéssel tarthatnak számot, hiszen nagyon sokan Európából jönnek megnézni ezeket az egyedi fészkelő helyeket. Én úgy gondolom, hogy ez mindenképpen rajta lesz a kínálaton. Időközben létesült egy kis szálláshely Csanyteleken, amit szintén szeretnénk megkínálni, fölajánlani. Ott lehet, hogy ezt a kettőt kapcsolni kellene. Nyilván, hogy ha a tárgyalások előre haladnak, akkor majd próbálunk ötletekkel előállni. Felgyőkörségnek is itt kell lenni. Meg kell mutatni értékeinket, hogy mi az, ami van. Beszéltük már Tömörkény polgármesterével, hogy van, mind a kettőnek van egy-egy hatalmas sátra, hogyha igényt tartanak rá itt, akkor ezt föl tudjuk állítani, ingyenesen, díjmentesen ide szállítjuk, fölállítjuk, hogyha kell. Megpróbáljuk berendezni, azon kívül van egy 9 személyes buszunk, azt a térítésmentesen rendelkezésre bocsátjuk sofőröstől együtt. Hát szállás helye, avval még egy kicsit hadilában állunk, de hát hogyha addigra véletlenül sikerül úgymondva elkészítenünk a szállását, akkor valószínűleg egy 10-valány fő elszállásolásába tudunk segíteni. Tömörkényen vannak olyan helyi sajátosságok, például fafaragó, például agyagkészítő, akkor agancsfaragó, van a nyugdíjas egyesületnek egy népi zenekara, és én szerintem a világ előtt Tömörkény nagyot fog nőni, hiszen megemlítik, illetve megláthatják a kiállítókat, és saját értékeinket be tudjuk mutatni. Nem csak a települések, hanem a megye vezetője is részt vállal a munkában. Ugye most a felhívást a választókerület, illetve ennek a járási körzetnek a települései írták alá.
képviselő úr jelezte, hogy a települések próbálják kiszélesíteni ezt a kört, hát természetes, hogy a megye 60 településbe gondolkodik, tehát akkor, amikor mi ennek a rendezvénynek a támogatásáról, és ez erre elkötelezetten ígéretet teszünk, hogy ennek a támogatására gondoskodunk, és ha gondolkodunk, akkor 60 településben kiterjesztve, és akár, ahogy nem tilos átnyúlni a megyehatáron, akár régióban gondolkodva is tudunk segíteni és mögé tenni munkát, segítséget, támogatást. Annál is inkább, mert a kettes fogadhajtó világbajnokság lesz Csongrád megye idei legnagyobb sporteseménye.